Én nagyon sokat foglalkoztam ilyen kisgyerekekkel korábban. Ez volt az első időszakom, és 20 év után foglalkoztam igazán felnőttekkel, tehát 18-20 év után kezdtem felnőttekkel foglalkozni, úgyhogy jó ismerem a problémákat. Hát nagyon örülök annak, hogy az MLS most nagyon fontosnak tekinti a 6-tól 12 éves korosztálynak a foglalkoztatását. Ehhez egyrészt rengeteg létesítmény készült iskolákba is, meg egyesületeknél is, és ezért a gyerekek most egész évben tudnak majd foglalkozni a focival, és úgy gondolom, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Minden korosztályban vannak azért speciális dolgok, amit kell csinálni, de aki igazán beleássa magát a futballba, az lépegethet előre, és az ifi edzőből is lehet profi edző, nyilvánvaló, mert a focinak a lényege az minden korba azonos. Gólt kell rúgni, és ki kell kerülni azokat a szituációkat, hogy gólt kapjon a csapat. Persze ez természetesen más, mert egy közösséget kell vezetni, egy felnőtt közösséget kell vezetni, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy az a közösség, amit az ember irányít és vezet, egyrészt szakmailag, másrészt pedig emberi oldalról tekintve, az olyan legyen, hogy a gyerekek ki tudják bontakoztatni képességeiket, és jól tudjanak futballozni. És ehhez nagyon sok mindent kell a magánéletbe is nekik megvalósítani, amire azért nem árt fölhívni a figyelmet. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy most a 6-tól 12 éves korig a gyerekek megfelelően és sokat vannak foglalkoztatva, és ami még újszerű dolog, az, hogy az iskolák is beindultak ebbe az ügybe 6-tól 12 éves korig, természetesen az MLS segítségével. A nagyon fontos tényező, hogy az iskolákban a labdarúgással is többet lehet foglalkozni. Ez bekerül valószínű a nemzeti alaptanterve labdarúgás, mint sportág, és ez nagyon fontos, hogy a legkisebbek ismerkedjenek meg vele. Egyrészt azért, mert ebben a korban kell a legfontosabb technikai, taktikai dolgokat megtanulni a játékosoknak játékformájába, és erre több lesz a lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez a kulcskérdés a labdarúgásunk javítása céljából.